Így néznek ki kívülről a házi orvosi rendelők a Honvéd utca 22-es számú ház aljában, de belülről is rájuk fér a felújítás. Dr. Gál Károly körzetéhez 1700-an tartoznak, így örömmel veszi a rendelő és a váró rendbetételét. Már 20 éve dolgozom itt a praxisban, és már régóta vártuk, hogy erre sor kerüljön. Örülünk, hogy végre a betegeinket hamarosan egy színvonalas modern rendelőbe tudjuk majd gyógyítani. Kaposvár polgármestere a mai sajtótájékoztatón elmondta, a cél, hogy 2030-ra a Somogyi Vármegyeszékhely legyen a legegészségesebb város az országban. Ehhez számos sportolási lehetőség adott. Nem csak futókörök és kerékpárutak épültek, hanem elindult a tekergő közbicikli is. Évtizedek óta zajlik az ingyenes úszás és korcsolyaoktatás is a gyerekeknek. A polgárok házában lévő szűrőpontban pedig már több mint 1000-en megfordultak. A jövőben a gyógyító infrastruktúrát is megújítanák. Évekkel ezelőtt elkezdtük az orvosi rendelőinknek a felújítását, és most folytatjuk. Mégpedig egy nagyon hatékony és nagy volumenű orvosi rendelő felújítási programba kezdünk. Több mint 600 millió forint értékben költjük a pénzt annak érdekében, hogy az orvosi rendelőink azok rendben legyenek. A terveket elkészítettük, az építési engedélyünk is rendelkezésre áll, vagyis minden megvan már ahhoz, hogy el tudjuk indítani. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyár közepén kezdődhet el a munka a Honvéd utcában. Itt többek között nyílászárókat és villamos hálózatot cserélnek, akadálymentesítenek és korszerűsítik is a rendelőt, valamint a váróhelyiséget.